Köszöntöm a nézőket! A fehérvári beszélgetések vendége Dányádi Néré Judit, aki gyerekeket segít, de hogy egészen pontosan hogyan segíti a gyerekeket és miben is rejlik ez a segítség, azt megtudhatják a mai műsorban. Köszöntelek itt a stúdióban. Jó. Hát ugye most elmondta, hogy gyerekek segítésével foglalkozol, de hogy egy kicsit jobban megismernek a nézők, hogy mit is csinálsz te egészen pontosan a mindennapokban, ami mondjuk a tanítás. Bizony, matematika tanárként és etika tanárként dolgozok jelenleg a Kossuth Lajos általános iskolába, mind a mellett, hogy anya vagyok, két gyermek édesanyja, és coachingként dolgozom, szociálpedagógusként végeztem, és így segítem a gyermekeket. Ugye a coaching, utána néztem ennek a coaching szónak, ami hát azt jelenti, hogy egy segítés, illetve fejlesztés. Leginkább mi mondjuk ezt így a felnőttek kapcsán szoktuk ezt hallani, hogy a felnőttek mennek el coachhoz, hallgatják meg az előadásokat, próbálnak hát épülni így a személyiségben. Mit jelent ez a gyerekeknél? Ugyanezt az épülést, egy segítséget, ők ugye lehet, hogy kisebb dolgokban vesznek el a világukban, de ezek nekik ugyanolyan fontosak, és ebben próbálok nekik segíteni. Hol tanultad ezt egészen pontosan? Én Nyíregyházán szociálpedagógusként végeztem, ahol 4 éven keresztül tanultuk ezt a szakmát, mind a mellett végeztem a pedagógusit is, tehát a pszichológia, a szociológia, mindenféle ágát megismertük. És akkor ez azt jelenti, hogy a szociálpedagógus szakon belül lehet mondjuk ilyen coachingolást tanulni, vagy erre specializálódni, vagy volt egy ilyen tantárgy, amiben ezt el lehetett sajátítani? Hát amikor én még végeztem, még nem mondták ezt, hogy coaching, ez egy új divatos kifejezés, mi pszichológiát tanultunk, segítségnyújtást tanultunk, illetve már középiskolás koromban én a Fiatalok Anonim Lelki Segélyszolgálatánál jelentkeztem, és ott végeztem ilyen képzést, hogy akkor még csak telefonon keresztül tudtam segítséget nyújtani, és aztán igazániból ott jött ez a szerelem, és így kerültem én szociálpedagógusnak. És az, hogy a gyerekeket segíteni, őket fejleszteni, az mikor jött így az életedbe, hogy mikor gondoltad, hogy erre esetleg van affinitásod? Folyamatosan én már nagyon középiskolás korba táboroztattunk, és ott is mindig megtaláltak azok a gyerekeknek, úgy, vagy egy kis önismeretre volt szüksége, vagy egy kicsit erősíteni kellett őket, bizonytalanok voltak, vagy eltévedtek itt-ott a világban, és mindig jókat tudtunk beszélgetni, és ezért gondoltam, hogy az olyan jó dolog segíteni. Mondtad egyébként, hogy 2 gyermeked van, amit egyébként én tudtam is, hogy van 2 gyermeked, akik hát most hány évesek is? 14 éves a lányom, és 11 éves a fiam. Így rajtuk keresztül is gondoltad, hogy esetleg a gyerekeknek tényleg szükségük van a mai világban segítésre, vagy segítségre? Igen, tehát náluk is látom, bár szerencsére ugye nekik jó kapcsolatuk van, úgy érzem, a szüleikkel, tehát nem csak velem, hanem az édesapjukkal is, és mégis sokszor azért nem árt beszélgetni velük, és olyan dolgokat tud meg az ember, és néha még a nagyomának is be kell segíteni, mert úgy gondolom, hogy nem mindent tud a szülő, akármennyire jó szülő, nem mindenben tud segíteni, néha jó, ha egy kicsit kívülálló támogatja meg a gyermeket. Mióta foglalkozol gyerekekkel egyébként? Tehát most a coachingolásra, nem a tanításra gondolok, hanem arra, hogy mióta járnak hozzá a gyerekek? Hú, hát nagyon régóta, nagyon régen kezdtem, még 15 éve, aztán utána volt kisebb megszakítás, ugye a gyermekeim mellett nem sok idő maradt, és akkor nem olyan rég újra kezdtem ezt egy pár éve, és akkor úgy. Hogy látod egyébként, hogy a mai világban mekkora szükség van erre, hogy a gyerekeket is segítsük, hogy coachok legyünk, vagy coach legyél? Én úgy gondolom, hogy egyre nagyobb szükség van rá ebbe a rohanó világba, és nagyon igénylik a beszélgetést. Ezt a tanítás során is észrevettem, és ezért is tértem vissza pár évvel ezelőtt, hogy akkor még intenzívebben, még több gyereken tudjak segíteni, mert pedagógusként nem tudtam annyit beszélgetni velük, hiszen egy 15 perces szünet, meg egy 20-30 fős osztályban nem lehet egy-egy órát szánni egy gyerekre, és pedig nagy szükségük lenne rá. Hogyan kerülnek hozzá a gyerekek? Tehát, hogy hogyan találnak meg általában? A szülők találnak meg, a gyerek kéri, hogy valaki ez ügyeket, vagy mik ezzel kapcsolatban tapasztalatok? Igazándiból inkább a szülő. Tehát a gyerek még azért kisebb, nem feltétlenül tudja, hogy neki szüksége van, akár egy pici segítségre is. És akkor így a szülő talál meg, és akkor így alakul ki egy jó kapcsolat, aztán a szülő, és aztán főként a gyerek is köztem. Milyen korosztályra kell gondolnunk, hogy hány éves kortól gondolod, hogy mondjuk így érdemes segítséget kérni, vagy elvinni a kisgyereket, vagy kisgyerekeke, vagy nagygyerekek, tehát hogy kik azok, akik mennek hozzá? Úgy gondolom, hogy a 6-8 éves kortól, de főként ez a 10 és 14-5-6 éves korosztály az, akik többen
vannak, mert nekik azok, akik tényleg ez a kamaszkor, serdülőkor, amikor nem feltétlenül a szülő az, akivel meg tud beszélni dolgokat, és ez nem azt jelenti, hogy rossz szülő. Tehát én azt gondolom, hogy pont attól még jobb szülő, hogyha valaki keres valakit a gyereknek, aki segít neki, mert tényleg ez a korosztály, ami nem biztos, hogy akik a szülőkkel beszélik meg, osztják meg az ő dolgaikat, vagy azokat a kérdéseiket, amik felmerülnek bennük. A szülők egyébként mennyire vonulnak bele egy ilyen alkalomba, vagy egy ilyen foglalkozásba, vagy mennyire tudnak arról, hogy mi történik ott abban a nem tudom hány percben ott nálad? Hát ez körülbelül egy órás egy foglalkozás. Én azt szoktam mondani, hogy a szülővel nem, tehát ott egy titoktartás ugyanúgy vonatkozik ránk, mint akár egy orvosra, amennyit, tehát hogy mennyit tud a szülő, amit a gyermek elmond neki. Tehát a gyerek bármennyit elmondhat, de én nem mondok semmit, amire a gyermek esetleg nem hatalmaz fel, de ami az irodánkban zajlik, ezen a beszélgetésen, az a kettőnk titka, és tényleg csak a gyereken múlik. Tehát akkor nem is mehet be anya meg apa? Nem lehet bent ezen a foglalkozáson? Nem, ez csak a gyereké és az enyém, és ez tényleg csak a gyerekről szól. Tehát nagyon sok olyan gyerek is van, aki nem is feltétlenül kell neki túl nagy segítség, csak olyan jó neki, hogy akkor az 60 perc az csak róla szól. Hogyan kell elképzelnünk egyébként ezeket a találkozásokat, találkozókat már, hogy a felépítését tekintetben, amikor elmegy hozzád egy kisgyerek vagy egy nagyobb gyerek első alkalommal, akkor mi történik, és hogyan haladtok aztán tovább? Megkérem, hogy meséljen magáról, egy kicsit mutatkozzon be, ugye meg kell ismernem valamennyire, ez jó dolog, hogy igen, megismerem, amit ő magáról mond. Abból azért már sok látszik, hogy mi az, ami fontos neki, mi az a terület, amin bizonytalan, és akkor megnézzük, hogy mi az, ahol szeretne esetleg jobb eredményeket elérni, vagy szeretne, ami a boldogságához mondjuk kell, egy kicsit magabiztosabb legyen, vagy mi az a terület, amit őben változtatni szeretne rajta, és akkor azt kezdjük el boncolgatni, kis célokat tűzünk ki, és csak a jövőbe nézünk, és mindez pozitívan. Tehát ez annyiban más, mint egy pszichológus, hogy én nem a múltat, hogy mi lehet az oka annak, hogy miért nem tökéletes valami, hanem csak a jövőbe, és csak pozitívan, és a pozitív megerősítéssel próbálok rajtuk nekik segíteni igazándiból. Most én, ahogy olvastam, hogy a coach az ugye nem a tanácsot, legalábbis ezt olvastam, nem tudom, hogy ez mennyire igaz, hanem akkor miben, vagy hogyan tud segíteni egy coach mondjuk egy kisgyereken? Igazániból tanácsot azt szokták mondani, hogy nem szoktunk adni. Ez nem csak a coach, ez régebben is ugye már így tanultuk, hanem ennek az a lényege, hogy rávezessük arra az útra, ami neki jó. Mert ugye egy dolog, hogy én mit gondolok, de egy dolog, ahogy ő érez. És ő maga keresgél utat, utakat adunk neki, megoldásformákat adunk neki, és ő maga rá tud találni arra, ami neki igazán jó. És ebben lehet őt erősíteni, hogy elérje a céljait. Általában, amikor a gyerekek oda kerülnek hozzá, ők mindig már valamilyen problémás helyzetben vannak? Tehát mondjuk vagy a tanulás nem megy jól, vagy valami olyan úton vannak, ami mondjuk így a szülőnek nem tetszik? Tehát általában problémáson kerülnek oda? Legtöbbször igen, valami probléma, és ez lehet, hogy egy kisebb is, akár egy új közösségbe való kerülés, és nehezebben illeszkedik be. Tehát lehet egy ilyen probléma is. Igen, mert ekkor gondol azért arra a szülő, hogy akkor segítsünk a gyermeken, én már nem tudok, és keressünk valakit, aki ebben tud támogatni. Mennyire fontos, hogy ezek a gyerekek, akik elmennek hozzá, nyitottak legyenek? Tehát mondjuk egy zárkózottabb gyerekkel is lehet azért kezdeni, hogy milyen tapasztalataid vannak? Tehát, hogy lehet ezeket a gyerekeket kijebb bontani mindig a kis rétegeiből? Minden gyermeket én úgy gondolom, hogy ki lehet bontani. Persze nagyobb kihívás. Egy nyitott gyerekkel sokkal könnyebb, mint egy zártabbal, de igenis, én úgy gondolom, hogy minden gyerekben ott van a csoda, és meg lehet őket nyitni, és egy nagyon nagyszerű érzés, és nagyszerű dolog, hogyha a bizalmába tud fogadni, és kialakul valami, és ha csak egy picit is nyílik meg, az már tényleg egy hatalmas lépés. Hogyha így a gyerekeket nézzük, amikor hozzád járnak, akkor egyébként így változik a szülőkkel való kapcsolatuk is? Vagy erről milyen visszajelzések vannak? Tehát, hogy mondjuk apuka, anyuka felé is már kicsit nyitottabbak lesznek? Persze, hát azért ez, hogyha a gyermeknek is nő az önbizalma, kicsit látja másképp is a dolgokat, nem csak egy szemszögből, ugye saját maga is tudja más szemszögből nézni a problémákat, tehát sokszor tényleg akár
valamit annyira borúsan kezd el látni, hogy meg kell világítani, de hogy amellett ott vannak a jók is, hisz te beszéltél róla, csak már észre se veszed, és azért ezáltal persze, hogy változik a szülőkkel való viszonya is, vagy akár a testvérek között, mert azért az sem egyszerű, hogyha akár már 2-3-4 testvér is van, hogy ott megtalálni a helyét a családban, és ez sokszor fel sem merül egy-egy családban, hogy neki egy picit nehezebb, és most teljesen, hogy legkisebb, középső, legnagyobb, mindenkinek azért van egy kicsi bizonytalansága, pláne egy kamas serdülőkorban, és persze, hogy itt látszik azért, hogy javul. A tanulásban is egyébként tud segíteni? Tehát, hogy a gyerek mondjuk bukásra áll fizikából, vagy matematikából, és úgy látja, hogy hiába írja meg a dolgozatokat, mit tudom én, már 3-asra, 4-esre, de mégis bukásra áll még azután is, hogy hogyan lehet őket motiválni mondjuk abban, hogy mégis akarjon tanulni, próbálkozzon, hogy ne írja le magát, akkor mondjam így abból a tantárgyból. Ez egy nagyon nehéz motivációt adni nekik, de itt is meg lehet, én úgy gondolom, találni azt a motivációt minden gyereknél, és meg lehet győzni, hogy miért fontos neked az, hogy legalább egy 2-es vagy 3-as szedjél össze belőle, és elhitetni vele, hogy képes rá, mert ez a legnehezebb sokszor, hogy ő maga sem hiszi el, hogy képes rá, és észre se veszi magában azokat a képességeket, tulajdonságokat, ami megvan ahhoz, hogy képes legyen rá, tehát ezekre rá lehet világítani, és tényleg nagyon sokat tud ez segíteni a gyermeken, és utána tényleg megint a pozitív megerősítés kicsi lépésenként, és aztán ő maga is picit ki tud nyílni, és ahogy biztosabb lesz, maga biztosabb lesz, úgy tudnak akár javulni a jegyek is. Persze, hát egyesből nem ígérhetünk ötöst, de én úgy gondolom, hogy az önbizalom és a magába való bizalom a legfontosabb. Hát igen, mert hogy az a gyerek, aki ilyen rosszakat él át, az annak nagyon-nagyon rossz helyzetben lehet. És egy héten hányszor kell járni egyébként hozzád, vagy hány alkalommal, vagy elég ez az egy óra egy héten mondjuk, vagy én nem tudom elképzelni, hogy mennyit kellene találkozni? Heti egy alkalom az körülbelül elég, és akkor én azt szoktam mondani, hogy egy minimum egy-öt alkalom kell arra, hogy kinyíljon a gyermek, hogy meg tudjuk beszélni, hogy célokat tűzzünk ki, és akkor onnantól kezdve egyéntől, problémától függ, annyira, tehát az öt alkalom után azért az 5 hét, az ugye bő hónap. Szóval akkor azt mondod, hogy a heti egy alkalom az úgy... Igen. Úgy jó, tehát hogy nem kell heti kétszer járni mondjuk. Nem, mert azért kell, hogy a gyermekbe is megérjen az a dolog, átgondolja, amit ott hall, azért az egy óra az elég tömény, most hogyha belegondolunk, hogyha magunkra is lenne egy teljes óra, ahol így lelkileg, azért azt meg kell tudni emészteni, fel kell tudni dolgozni. Mindig van kis feladat, amit utána figyelnie kell, hogy milyen pozitív dolgokat kapott abban a dologban, amit beszéltünk, és akkor arra van egy hete. És akkor megint meg tudjuk beszélni, hogy előre léptünk. Én azt mondom, hogy az minimum az 5 alkalom, és tényleg gyerektől függ, hogy utána még jön, mert igényli és szüksége van rá, vagy azt mondja, hogy most akkor 1-2 hónapig nem jövök, de amint érzi, hogy szükségem lenne, akkor azonnal visszatér, és akkor újra megkezdődik a kapcsolat. Ezeket a feladatokat általában meg is csinálják? Tehát amiket így adsz nekik, az arra általában figyelnek? Tényleg? Tehát úgy mennek vissza a következő héten, hogy na, akkor teljesítettük, leírtuk, beszámolnak róla? Zömében igen, ezek nem ilyen írásos, hanem tényleg csak esetek. Tehát átgondolni kell, hogy mi történt, vagy akár mondjuk egy beilleszkedésnél osztálytársad, hogy viselkedett veled, mi lett a reakció, és akkor figyelgesd azokat, hogy tudatosan nézzük meg azt, vagy egy szülő gyereknél, hogy mi történt, vagy egy tanulásnál, amit az előbb mondtál, hogy mi történt, hogy már mennyit javult? Egyébként most itt a tanulásnál, hogy még akartam kérdezni az előbb, hogy ha egy gyerek nagyon stresszel, tehát hogyha már rágondol, bukásra, és rágondol arra, hogy például ma megint dolgozat lesz, és nem is akar iskolába menni, és minden baja van, akkor ezt hogyan lehet oldani, vagy hogyan lehet segíteni az ilyen gyerekeken? Hát ez rengeteg beszélgetés, együttműködés, nagyon-nagyon nehéz. Ugye itt nem feltétlenül csak a tantárgy vált ki stresszt, hanem akár a folyamatos kudarc. Általában nem az van, hogy a szülő elvárása, mert akinek már tényleg ilyen stressz, az a tapasztalat, hogy a szülő már nem a szülő miatt stresszel,
hanem nagyon sokszor tanár váltja ki esetleg ezt a stresszt. Rengeteg beszélgetés is lehet olyan pozitív technikákat adni, hogy hogyan tudja ezt a stresszt legyőzni, hogyan tudja megélni azt, hogy két egyes között, dolgozat között is mondjuk már mennyit fejlődött, és hogy tudja elérni, hogy ebből majd meglegyen a kettes. És akkor azok a gyerekek, akik tényleg mondjuk bukáshoz kerülnek, azokat hogy lehet kirángatni abból a helyzetből, hogy ő ne érezze magát tényleg hát rosszabbnak, mint a többiek, hogy hát ez a fél év, vagy az év vége, és mondjuk pótvizsgára kell menni, ez úgy alakult. Ez nagyon-nagyon nehéz. Ezek közül a gyerekek közül viszont viszonylag kevés jut el hozzám, mert én azért azt mondom, hogy nagyon sokszor, mikor általános iskolai, most nem a középiskoláról beszélünk, mondjuk egy általános iskolai bukásról, és nagyon sokszor nincs meg a kellő szülői háttér sem, én úgy látom. Mert általános iskolában azért zömében segítő pedagógusok vannak, korepetálások, tehát én úgy gondolom, hogy azért azt a kettest össze lehet hozni, de nincs meg az a kellő szülői figyelem, ami meg motiváció, ami ki tudná hozni ezt a gyermekből, és akkor persze elengedi, hisz még nem olyan tudatosan tanul, nem azért tanul még egy 10 éves, hogy én az ömében, mert hogy annyira okos akarok lenni, hanem mert van otthon egy elvárás. És ez nem is baj, mert tehát nem biztos, hogy az a legjobb, hogy a gyerek már 10 évesen professzor akar lenni, és mindent tudni akar, mert igenis 10 évesen még játszon sokszor, és legyen az a cél, de legyen egy elvárás, és hogyha ez nincs meg, most ezek a szülők nem is biztos, hogy eljuttatják, ez az ömében nem jut el segítséghez a gyermek. De hogyha mondjuk nálad van egy olyan gyerek, akinek érzékeled, hogy a szülői hát nyomásra is olyan a gyerek, hogy egy kicsit stresszesebb, akkor te beszélgetsz a szülőkkel, hogy hogyan lehetne ezt jobban csinálni? Tehát, hogy a szülőknek is azt, nem, mert tanácsot nem adsz, de hogy a szülőket is próbálod terelgetni? Hát valamilyen szinten persze ilyenkor muszáj a szülőt is. Tehát mikor látom, hogy ha a szülőnek is olyan, akkor muszáj a szülővel is beszélni. És hogyha elfogadják, akkor beszélgetünk velük is, és akkor őket is próbálom segíteni, hisz azért, ha a szülő nem együttműködő, akkor nagyon nehéz csak a gyermekkel dolgozni. Ugye te tanító is vagy tanár, nem tudom, tehát hogy tantárgyakat is tanítasz. Tudsz egyébként így mondjuk segíteni nekik abba is, hogy hogyan tanuljanak, hogy az úgy hatásos lehet, tehát hogy eredményes legyen, tehát ilyen technikákat is tudsz nekik persze, esetleg mondani? Persze, tanulási technikákat is tanultunk róla, illetve hát ugye ebből is vizsgáztunk annak idején. Próbál az ember folyamatosan segíteni, pláne, hogyha kisebb a csoport, vagy eljön korepetálásra a gyermek akár az iskolában, még ott is próbálunk nekik segíteni. Ez egy nagyon nehéz műfaj, megtanulni. Igen. Ez szerintem egy ilyen külön tantár. Igen. Tehát külön kellene tanítani egyébként. Igen. A gyerekeknek. És még az is érdekel engem, hogy ezek a gyerekek, akik mondjuk kicsi korban, kisebb korban, tehát mint ez kamaszkorban akár megkapják ezt a coachingolást tőle, tehát ezt a vezetést, ezt a fejlesztés segítést, ők szerinted így sikeresebb felnőttekké válhatnak? Tehát az, hogy egy kicsit jobban megismerik önmagukat, és hogy hogyan lehet bizonyos problémákon túl lenni? Szerintem ez mindenképp segít nekik, tehát biztosan másképp tudják utána látni, feldolgozni a problémákat, vagy bármi feladat jön eléjük, akkor egy kicsit másképp tudják majd nézni, hogyha megfogadják el, sajátítják azokat a technikákat, amiket próbálok nekik megmutatni, hogy hogyan láthatják. Én úgy gondolom, ha valakinek van egy pozitív felfogása, és meglátja a jót, akkor annak biztos, hogy boldogabb, jobb jövő vár rá. Tehát én nem ígérek nekik nagyot, hogy most akkor mindenkiből nem tudom, mi lesz, de elérhetik céljaikat könnyebben. Ugye mondtad ezt az 5 alkalom, hogy azért az már úgy azért jó lehet. Egyébként mennyi idő, vagy nyilván ez mondjuk egyénfüggő, gondolom én, hogy ki mikorra ér el arra a szintre, hogy akkor jobban legyen, vagy jól legyen. De te hogy látod egyébként, hogy mennyi alkalom az, ami után már a gyerekek így hát jobban vannak, vagy jobban tisztában vannak önmagukkal? Ez nagyon nehéz ezt mondani, hogy 5 alkalom, 10 alkalom, 20 alkalom, mert ez tényleg gyerekfüggő. Nagyon sokszor van az, hogy visszatér a gyermek, mert ugye erősnek érzi magát, de aztán megint szembesül egy olyan dologgal, hogy hú, de jó lenne ezt most nem anyával vagy apával megbeszélni, hanem valaki mással, aki kicsit másképp látja, mert azért valljuk be, mi szülők elfogultak vagyunk a gyermekeinkkel.
És nem mindenhol van mondjuk egy nagymama, aki, vagy egy nagynéni, aki be tud segíteni. És akkor úgy jobban visszatérnek. De azért mondtam ezt, hogy még ez a serdülő kamaszkor, tehát azért 16 éves kor után, 16-17 után kikerülnek, akkor már nagyon ritkán jönnek vissza. Tehát addigra meg tud úgy erősödni, szembe kerül már, ugye itt nem csak az, hogy pályát választ, ugye a tanulás, jönnek a párkapcsolatok, ami egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és nehéz nekik segíteni, mint szülő, ugye látom így a serdülő meg a kamasz gyermekemmel, mert másképp látjuk meg sokszor teljesen természetes dolgokra azt hiszük, hogy ezt tudják, de nem tudják. Ugye én sokat vagyok gyerekek között, ugye naponta 8-tól 2-ig minimum, vagy 3-ig ott vagyok az iskolába, nagyon szeretnek beszélgetni. Etikát is tanítok, tehát azért az megint heti 45 perc, ami a beszélgetésről szól. Így én is nagyon sokat tanulok tőlük, hogy mi az a, mi minden, amiben tényleg, hát ezt se tudja, ezt se érti, pedig beszél róla, meg használja a környezetet, de nem, kinyílt előttük a világ. Ugye internet, tévé, mindent hallanak, de nem értenek nagyon sok mindent, amit mi nem is gondolunk. Akkor te ebben is tudsz nekik segíteni esetleg, hogy ebben a mai világban egy kicsit jobban eligazodni, tehát megérteni azt mondjuk, hogy milyen veszélyei vannak a, mondjuk az internetes dolgoknak. Tehát ebben is ott vagy mellettük? Amikor kell természetesen, és inkább, tehát etika órán az nálunk folyamatosan téma, ez a digitális világ, ugye az internet világa, a veszélyei, hogy mi az, ami pozitív, mi az, ami negatív, mert még ezt is sokszor félreértik, hogy legyen akár egy képet felrakok, és hú, mennyi like, mennyi követő, és ő nem is gondolja, hogy mondjuk azt nem azért teszik, mert hogy az jó, hanem azért, mert jót nevetünk rajta, és egy gúnytárgyává válik, és nem tudják megkülönböztetni. Meg hát a rengeteg félreértés, ugye a jelekből, a nem beszélünk rendesen, és a folyamatos veszélyekről, ez tényleg etika órán is, és persze előkerülnek ezeken a coaching dolgokon is, mert a gyerekek ott élnek, az internet világába. Igen, és egyébként nyilván veszélye is vannak, de hogy önmagad, tehát hogy mondjuk őróla kikerül valami olyan, amiben ő nem jó helyzetben van, akkor nyilván abban is tud segíteni, hogy ezt hogyan kezelj, vagy hogyan dolgozza fel. Ugye, hogy... Természetesen, igen, akkor próbálunk erről is. Meg hogy egyáltalán mit adjon ki magáról, ez is egy nagyon nehéz dolog. Meg hogy a vélemények, mert ugye azt ne felejtsük el, hogy ott sokkal könnyebben formálnak véleményt. Írnak oda egy kép alá, vagy bármi alá, mert hogy látszólag ugye nem kell felvállalni az arcot, még hogyha ott is van a neve, akkor is. És nagyon csúnyán meg tudják bántani egymást a fiatalok, és ezt azért feldolgozni, kezelni, és megtanítani mondjuk valamelyest kivédeni, hogy mit, hogyan posztolok, miért nem teszem ezt vagy azt. Ez egy nagyon nehéz dolog, tehát rengeteget kell velük erről beszélgetni, helyzetek elé állítani. Nagyon sok például etika órán ilyen szituációs játékokat játszunk, hogy érzed magad, mit tennél, és akkor szembesül vele igazán. És akkor tanul is belőle. És tanul is belőle, reméljük. Milyen korosztálynak javaslod? Egyébként jó, nyilván minden életkorban előfordulhat probléma, de hogy inkább a kicsiknek is már javaslod, hogy mondjuk így hogy az iskolában jól érezzék magukat, hogy ott hogyan kell nekik megállni a helyiket, vagy inkább a kamaszkorban, vagy mikorra teszed te azt, hogy mindenképpen jó mondjuk egy coachhoz elmenni? Én úgy gondolom, hogy az, amikor elkezdődik az a serdülőkor. Tehát akkor talán, akkor kezdenek el, amikor elkezdi saját magát keresni. 10-12 éves kortól, akkor szerintem biztos, hogy nagyon jó segítség. Meg talán a szülő is érzi, hogy hú, hát eddig olyan jól megvoltunk, most valami olyan, mintha megszakadt volna. És én azt mondanám a szülőknek, hogy ettől nem lesz rossz szülő, mert hogy keres egy segítséget. Hát ugye mindent nem tudhatunk. Orvoshoz is elvisszük a gyermeket, még egy kis köhögést, vagy annyit otthon kikezelünk, de akkor is még azért csak elviszi az ember orvoshoz, hogy segítsen, de legalább egy gyógyszert veszünk neki. És én úgy gondolom, hogy igenis ez nagy segítség lehet, amikor úgy egy picit elkezd serdülni a gyermek, keresi önmagát, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat nekik, megtalálni a helyüket, fiúk, lányok, osztálycsoport, akkor ott a sportoló, akinek megint egy külön nehéz helyzete van.
Igen, és hát ahogy mondtad is az elején, hogy azért anyának meg apának nem mindent mesélnek el a gyerekek, viszont lehet, hogy neked igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a stúdióban. Picit jobban közel kerülhettünk ehhez a gyerekcoachingoláshoz. Olyan rossz szó, ez nem tudom, hogy egyébként magyarosítva, hogy van ennek a megnevezése. Na mindegy, akkor nevezzük így gyerekcoachingolásnak. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a szépen. Dányádiné Réi Judit volt a vendégünk, aki gyerek coaching golást csinál, tehát egy gyerek coach. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak a fehérvári beszélgetésekben. Viszontlátásra!